az eddigi célhangolású pizzigerféle módszert átvehetjük G hangolásra, amit a bluegrass használ. A húrok a következőképpen módosulnak. A legalsó D. A második húr H vagy B. A következő G, azaz Géza. És a változás H-ból, C-ből most D húr lesz. Mint a kezdő húr. És a nyak közepén található húr továbbra is G, oktáv G. Így egy tiszta G akkordot kapunk. Ez megkönnyíti a szólójátékot, amit egy Cindy nevű dallal fogok bemutatni.